Utcafórumokat indított a makói Fidesz azért, hogy bemutassa programját a lakosságnak. A fórum sorozat múlt hét hétfőn kezdődött. A célunk elsődlegesen az, hogy a városi programunkat, választási programunkat ismertessük a helybéliekkel, illetve az egyes városrészeknek a képviselőjelöltek ismertessék programjaikat, hogy mi az, amit meg szeretnénk az elkövetkezendő 5, illetve 7 évben meg szeretnénk valósítani. Ismertetjük a fiatalokkal mindazokat a programokat, amit az elkövetkezendő években az ő részükre terveztünk, ismertetjük az idősebb korosztállyal mindazt, amit szeretnénk megvalósítani, mindazokat a vállalkozásokkal, illetve gazdálkodásokkal kapcsolatos programjainkat, amit mindenképpen az elkövetkezendő időszakban megvalósítunk. Ezek nem ígérethalmazok, nem felelőtlen kijelentéssel tett ígérethalmazok, hanem a kormányzat által leegyeztetett programok. Választási programját minden kör ismerteti a Fidesz. Kedden Kovács Sándor beszélt az elmúlt 4 évről és a terveiről. Ilyen csatornázás, ilyen volumenű csatornázás nem minden 4 esztendőbe, sőt lehet, hogy nem is minden 100 esztendőbe fordul elő. Úgyhogy én rettentő sokat jártam a választókerületemet, szinte minden háznál adódott probléma. Minden háznál meghallgattam a lakót, próbáltam segíteni, valahol sikerült, valahol elsőre sikerült, valahol később, valahol nem sikerült. Azon kívül most az utolsó hónapokban itt ilyen kampányszerűen beindult a járdaprogram. Félig meddig beindult, félig meddig nem indult be, mert borzasztó vontatottan halad. Az én körzetemben valami 4 utcához még hozzá se nyúltak. Az utak helyreállítása a választókerületemben néhány utcát eltekintve megvalósult. Nem tudom a többi választókerületben mennyi utca maradt el, nálam azért van egy körülbelül 4-5 utca, ami el van maradva, ami nem valósult meg. Reményeim szerint jövőre ez sor kerül rá. Itt is például a Magyar utcába szintén, mint mindenütt följebb került az úttest, a járdák lent vannak, ahol egyszerűen ároknak sincs hely, elvezetésnek sincs hely, és az összes csapadékvíz a járdán van. Ez gyakorlatilag itt a Magyar utcán napi probléma, ebbe az esős időszakban különösen. Amit kértem volna a KHT ügyvezetésétől a nyár folyamán, ezt a játszóteret szerettem volna valami kis gruntszerűvé alakítani. Megbeszéltem a KHT vezetésével, hogy csinálunk 2 lábteniszpályát, ez mégiscsak messzebb van a kerítéstől, nem rúgnak bele akkorát, és mégiscsak tud valamennyi gyerek játszani. De sajnos a KHT is csak idáig jutott el a lábteniszpálya kialakításába. Ide minden körülmények között valami egyszerű labdafogó hálót szeretnénk felszereltetni, hogy mégiscsak lehessen használni ezt a kicsi kis grundot, hogy így mondjam, és esetleg 1-2 egyszerűbb játszóeszközzel ellátni, hogy a kisebb gyerekek is tudják ezt használni. Lesz feladat, nem fog unatkozni a következő képviselő sem, aki ezt a körzetet, de bármelyik körzetet fogja megörökölni.